új munkahelyek. A Contitech Magyarország Kft. Nyíregyházi gyára 300 új munkahelyet teremt a következő két évben. Élményközpontú oktatás. A Nyíregyházi Egyetem célja, hogy népszerűsítsék a természettudományos oktatást a középiskolás diákok körében. Adófórum az Iparkamarában. Az új adózási rendről és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvénymódosításról is tájékoztatták az érdeklődőket. Háromszáz új munkahelyet teremt a Contitech Magyarország Kft. Nyíregyházi gyára a következő két évben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A cég újabb fejlesztéseinek köszönhetően már a 6 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a multinacionális vállalat a megyeszékhely gyárának fejlesztésére fordított. Folyamatos a termelés a Contitech Kft. Nyíregyházi gyárában. A világméretű cégcsoport eddig 6 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre kormányzati segítséggel ebben az üzemben. Legutóbb új kaucsokkeverő gyártósort, egy félkész termékeket gyártó berendezést szereztek be, raktárépületet építettek, és készül az új logisztikai központjuk is, amelyet több vállalattal közösen használnak majd. A Continental nyíregyházi gyárában mintegy 500 ember dolgozik, a fejlesztéseknek köszönhetően ez a szám azonban a duplájára is nőhet. Elmúlt évben elkezdte a működését a hűtő-fűtő, tömlő rendszerek gyártása, ami azt is jelenti, hogy jelen pillanatban is a Volkswagen 22 európai gyárába már szállítunk hűtő-fűtő tömlőket. Emellett elkezdtük a gyártást az új járműipari kalandersoron, még természetesen egyik működő beruházásnak sem értük el azt a kapacitás kihasználási szintjét, amit tervezünk a jövőben. 2010 óta 500 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre az állam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ezt Magyar Levente mondta a Continental autóipari cégcsoport nyíregyházi gyárában. A külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a térségben 5000 munkahely jött létre az elmúlt 7 évben, a megyei munkanélküliségi ráta pedig a közel 20%-ról 3,5%-ra csökkent a megyeszékhelyen. Magyar Levente hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010-ben 280 milliárd forintos ipari termelési értéket állítottak elő, tavaly pedig már több mint 640 milliárd forint volt ez az összeg. Ezek egy nagyon rövid idő alatt elért hatalmas előrelépések, aminek az elsődleges érdeme a nyíregyházi és a szabolcsi munkavállalók képzettségében és erényeiben keresendők, hiszen hogyha nem volna magasan kvalifikált és megbízható ez a munkaerő, akkor nem jönnének ide olyan világcégek, mint a Continental, amelynek az árbevétele egymagában, mint egy egyharmada a magyar GDP-nek, tehát egy olyan világszereplőről van szó az iparban, az autóipari beszállítói világban, amelyik az első között említendő. A Continental az előzetes eredmények alapján mintegy 44 milliárd forint euró forgalmat ért el tavaly, világszerte 56 országban van jelen, és több mint 230 ezer embert foglalkoztat. Élményközpontú foglalkozások és tehetséggondozó programok indulnak a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézményben Európai Uniós forrásból a műszaki mérnöki és a természettudományos terület képzéseit népszerűsítik. A program célja, hogy már középiskolásként megismerjék és megszeressék a diákok ezeket a tudományágakat. A Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számának növelése és az intézmény vonzerejének erősítése a célja annak a projektnek, amit az oktatási intézmény indított, főként műszaki, természettudományos, matematika és informatika szakokra várják a diákok jelentkezését, ezen tudományterületek vonzóvá tétel a cél. A célunk az, hogy olyan NAT-ra épülő kompetenciákat, illetve a vállalatoknak a vállalati szférában elvárt kompetenciákat próbáljuk erősíteni gyakorlatorientált tevékenységekkel, konkrétan nem csak egyetemi oktatókkal, hanem a vállalati szférának a képviselőivel is, ahol konkrét feladatokat, olyan feladatokat, ami a mindennapi életben előfordulhatnak, és ahol csapatmunkában tudnak dolgozni a gyerekek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb része, és az összes tevékenységünk tulajdonképpen ezt keretezi, mert a figyelmet próbáljuk erre felhívni, hogy minél többen és minél hamarabb próbáljanak erre a pályára lépni, és akkor testközelből természetesen próbálják meg ezeket a feladatokat kipróbálni, gyakorolni.
A Nyíregyházi Egyetem az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel közösen valósítja meg a projektet. A szervezetet olyan hazai vállalatok hozták létre, amelyek elkötelezettek a műszaki és mérnöki képzések fejlesztésére, valamint a végzett hallgató szakemberek munkába állításának segítségére. A szövetséget alkotó jelenlegi 15 cég között változó intenzitással, de megvan annak a tapasztalása, hogy megfelelően képzett munkaerőből bizony van egy fokú hiány. Az informatikai szektorban tevékenykedő cégeink közül, például az Evosoft vagy az Ericsson, gyakorlatilag szerintem 5-600 főnek azonnal tudna munkát adni, akik megfelelő programozói végzettséggel rendelkeznének, de a kis és középvállalati szektort képviselő BND cégünknél, akik robotikával foglalkoznak, rendszeresen emlegetik azt, hogy a megfelelően képzett személyek hiányoznak. Gyakran végzettséggel rendelkező személy van a munkaerőpiacon, de az, hogy valaki a végzettség mellett rendelkezik-e cselekvőképessége, tehát meg tud csinálni dolgokat, ezt a kettőt érdemes ketté választani. A projektet a Nyíregyházi Egyetem 4500 diákra terjeszti ki. Bíznak benne, hogy a gyakorlati tapasztalat vonzóvá teszi a középiskolások számára azokat a területeket, amelyben most szakember hiány van. 8,5 millió forint értékű cigarettát találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei egy távolsági autóbuszon Beregsoránynál. A Beregszász Nyíregyháza között naponta közlekedő autóbusz utasainak podgyászait rendben találták a szakemberek. Azonban az autóbuszban gyanús módosításokat fedeztek fel, ezért átvizsgálták a járművet. A vezető fülke padlólemeze alatti részt speciálisan csempészetre alakították át. Onnan több mint 8000 doboz cigaretta került elő. A NAV pénzügyi nyomozói a 8 millió forintnyi csempészárut és az autóbuszt lefoglalták, valamint 17 millió forint vámigazgatási bírságot is kiszabtak, és költségvetési csalás miatt feljelentést tettek. Az adójogszabályok 2017. évközi és 2018. évi változásairól tájékoztatta az érdeklődőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kétnapos fórum első témái között az új adózás rendjéről szóló törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosítása szerepelt. Az új adóeljárási szabályozás koncepciójának megismertetése a célja annak a kétnapos adófórumnak, amelyet a megyei kereskedelmi és iparkamara szervezett Nyíregyházán. Az eseményen kiemelt figyelmet kap az adóigazgatási rendtartás, vagyis az ER, valamint a megújuló adózás rendjéről szóló törvény, röviden az ART. Az előbbi tartalmazza az adóhatóság és az adózó közötti általános eljárási szabályokat. Tehát szabályozza az adózó adóhatóság előtti képviseletére, az ügyintézési határidőre, az adóhatósági döntésekre, az ellenőrzésre és a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket. 2018. január 1-től az alapelvek azonban frissültek, a cél az egyszerűsítés és a kockázatok csökkentése. Ilyen új alapelv, ez korábban nem volt a törvényben, a közérthetőségnek az elve. Ez azért nagyon fontos, mert a hatóság eddig is igyekezett ennek az elvnek eleget tenni, tehát próbál úgy olyan nyelvezetet használni, ami mindenki számára érthető volt, viszont ezt most már a jogszabály elején maga a jogalkotó várja a hatóságtól, hogy legyen ilyen, próbáljon, igyekezzen abba az irányba elmozdulni, hogy a határozatai, végzései, egyéb iratai valóban megfelelőek és érthetőek legyenek az adózók részéről. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény az általános eljárások szabályait rögzíti rövid és áttekinthető formában. Ezek a szabályok eddig a közigazgatási eljárásról szóló törvényben szerepeltek, ezen túl az új jogszabály kizárólag az adóeljárásokra vonatkozik. A végrehajtási eljárások újra szabályozása nyomán pedig 2018-tól a Nemzeti Adó és Vámhivatal lesz az általános végrehajtási hatóság. Meg kell találni a politikai felelősöket a kórházzal kapcsolatos nagy összegű kártérítési ügyben, hangsúlyozta Helmeci László és Veres János megyei önkormányzati képviselők. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, az egészségügyi holding 2010. évi vezetése és a felügyelő bizottság elnöke is felelős azért, amiért az akkori tervezővel és kivitelezővel szerződést bontottak törvénytelenül. A kúria hétfői döntése értelmében közel 400 millió forintot kell megfizetnie a magyar államnak és a későbbi kivitelezőnek kártérítésként. Helmeci László megyei önkormányzati képviselő kiemelte, a kártérítésen túl további probléma az, hogy a beruházás több évet késett, és az eredeti összeghez képest 2-3 milliárd forinttal drágább is volt.
Ez kamatokkal együtt közel 400 millió forint, amit ki kell fizetni, ugye, mert a felmondáskor azonnal el kellett volna számolni, nem volt elszámolás, és ugye a szerzői jogok megsértése is több mint 71 milliójába fáj ugye az alpereseknek. Szentpéteri díjat vehetett át a Máté Szalka televízió szerkesztője és operatőre. A díjat azok a magánszemélyek vagy civil szervezetek kaphatják, akik az adott évben a legtöbbet tették Máté Szalka a kulturális életéért. 2018-ban ezt a város televíziója kapta, akik közel 9000 emberhez juttatják el a híreket. A Magyar Kultúra Hete alkalmából rendezett ünnepségsorozat egyik kiemelkedő eseménye a Szentpéteri díj átadása volt Máté Szalkán. A díjat a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ hozta létre azzal a céllal, hogy díjazzák azokat a civil szervezeteket vagy magánszemélyeket, akik nagyban hozzájárulnak a város kulturális életének fejlődéséhez. Máté Szalkának a kulturális élete az pezseg egyfolytában, hiszen kiemelt civil szervezet, egyesület és rengeteg művészetet kedvelő ember él itt, és szinte napi szinten kapjuk a meghívókat, hogy különböző kulturális események vannak. Nyilván minden eseményre nem tudunk elmenni, de 2017-ben is arra törekedtünk, hogy minél több programot tudjunk megmutatni annak a közel 9000 előfizetőnek, aki a Máté Szalka televízió adásait láthatja. Máté Szalka televíziónál 2,5 éve dolgozok operatőrként, de egyébként Máté Szalkán 14 évet tévézek. Ebben van több olyan is, amikor országos tévének dolgoztunk több éven keresztül. Nagyon örültem ennek a kitüntetésnek, úgy érzem, hogy elismerték a munkánkat, és hát ez arra motiválja az embert, hogy érdemes csinálni, érdemes folytatni, és jó sokáig szeretném még ezt a szakmát csinálni, mert nagyon szeretem. A stáb nem csak tudósításokkal járul hozzá Máté Szalka kulturális életéhez, sok esetben eseményeket is rögzítenek, ezekkel pedig még közelebb hozzák a rendezvényeket a város lakóihoz. Arany János és Kodály Zoltán emlékére szervezett ballada estet a Kodály Társaság és a Kantemusz Kórus hétfőn a Magyar Kultúra Napján. A műsort Itzés Mihály állította össze, amelyen a Színház és Filmművészeti Egyetem és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói léptek fel. A rendező Hegedűs D. Géza volt. Az elmúlt évben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. Az emlékév alkalmából számos rendezvényel emlékeztek meg a magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjáról. A rendezvénysorozathoz különleges produkcióval csatlakozott a Színház és Filmművészeti Egyetem és a Zeneművészeti Egyetem. A 2017-es év a költő halálának és Kodály Zoltán születésének 135. évfordulója is volt, de a magyar kultúra két óriását nem csak az évszámok kötik össze. Kodály adta közre aranydallam gyűjteményét, és annak ellenére, hogy mindössze két aranyverset zenésített meg, számos népballadát emelt át a művészi zene világába, és bennük ott rejlik Arany János hatása. Ezekből nyújtott válogatást az est. A balladákat a Színház és Filmművészeti Egyetem harmadéves színész hallgatói tolmácsolták, osztályfőnökük Hegedűs D. Géza rendezésében és Itzés Mihály összeállításában. Figyeltek arra kifejezetten, hogy összerímeljenek a dalok a balladákkal, mert ezek is, a dalok is balladák, és hasonló karakterűek vannak egymás után rakva folyamatosan, és ez az énekesek számára is, meg számunkra is egy nagyon jó feladat akusztikailag megválogatni a karaktereket, és megjeleníteni külön-külön, és szerintem a nézők számára is nagyon jó lehet ezt végighallgatni, hogy váltakoznak mind a történelmi képekben, mind a népi balladákban ezek a különböző színek. Az est premierjét november elején tartották a Zeneakadémia Solti György termében, de az alkotók január elején turnéra indultak a produkcióval. Az első állomás Kecskemét volt, ezt követte Nyíregyháza, a jövő héten pedig Szegeden lépnek majd fel. A közreműködők szerint a két egyetem együttműködése több szempontból is gyümölcsöző. Ez nagyon izgalmas volt mindannyiunknak, mert annyira
annyira bezártan dolgozunk az egyetemen, tényleg csak az osztállyal, még nagyon más osztállyal se dolgoztunk az egyetemen, hogy az, hogy még hogy más egyetemről dolgozunk új emberekkel, az mindig nagyon jó, meg izgalmas, meg jó megismerni őket is. A balladaest a műsort összeállító Iccés Mihálynak, a rendező Hegedűs D. Gézának, az előadóknak és a neves grafikus művész Budai György vetített képeinek köszönhetően igazi összművészeti élményt nyújtott a nyíregyházi közönségnek. Fő részvételével Máté Szalkán szervezték az úszás diákolimpia megyei döntőjét. A versenytétje az országos döntőbe jutás volt. A megyei fordulókon kívül egy nagyszabású rendezvénynek is helyszínt biztosít majd Szabolcs megye. Itt rendezik meg idén az összevont labdajátékok országos döntőjét. 137 ifjú úszó vetette magát a vízbe a hétvégén Máté Szalkán. A település harmadik alkalommal adott otthont az úszás diákolimpia megyei döntőjének az első és második korosztály számára. A verseny nem csak a megmérettetésről szólt, hanem a sportág népszerűsítéséről is. Fontos, hogy a gyermekek már igen fiatalon megszeressék azt, és elkezdjenek az úszással foglalkozni, ha később komolyan is ezt a sportot kívánják űzni. Baba úszáson is voltam, utána pedig elkezdtem a viskoromban úszni, de utána abba hagytam, de most megint elkezdtem. És a Széchenyi iskolában második osztályban kezdtünk el úszni, de már azelőtt is úsztam. Két éve még egyáltalán nem vett részt Máté Szalkai úszó a versenyen, tavaly pedig csupán egy sportoló képviselte a várost. Idén viszont már a Máté Szalkai MTK nemrég alakult úszó szakosztályának több versenyzője is indult. Jelen pillanatban, tehát ma itt a 137 gyerekből 9 már Máté Szalkai, 4 iskolából. Nyilván nem ennyien úsznak, hanem szinte minden gyerek úszik, csak 9 gyerek már olyan eredményeket ér el, hogy a megyei diákolimpia döntőjén képes elindulni. És a mai nap kaptam a hírt arról is, hogy megszereztük az MMTK úszó szakosztálya a licencet arra, hogy országos versenyen is nevezhessünk, részt vessünk. Csak a nagyságrendet érzékeltetném, Nyíregyháza és Nyírbátor után mi vagyunk a harmadikok az egész megyében, akik ezt be tudják vállalni. A megyei döntők mellett azonban egy nagyobb finálénak is helyet biztosít majd idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Ebben az évben 2018-ban is egy nagyszabású, talán a legnagyobb döntőt rendezhetjük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, összevont labdajátékok döntőt, ahol 1200 gyereknek a sportolását kell majd megoldani kézilabda, röplabda, kosárlabda és labdarúgás szakágakban. Baracsi Endre azt is elmondta, bízik abban, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is sikeresen rendezik majd meg ezt a döntőt. A 2017-es összevont labdajáték diákolimpiai országos döntőjének a rendezéséért, ugyanis a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület nemrégiben a Magyar Diáksport Szövetség elismerését vehette át. Harmadik alkalommal szervezik a Junior Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Kupát január 26-a és 28-a között. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a Kölcsei, a Kisvárda és a Sportcentrum csapatai játszanak a tornán. A Jump utánpótlás játékvezető programnak köszönhetően az idei évben nem csak a játékosok, hanem a játék bírái is nagy figyelmet kapnak majd. 2018. január 26-a és 28-a között szervezik a harmadik Junior Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Kupát. A kupa elsődleges célja, hogy megmozgassa a Kárpát-medencének ezen régióját, a játékosokat, játékvezetőket és az edzőket egyaránt. Az ötletet a Célkupa Dunántúli testvérrendezvénye adta a megye szervezőinek. A kupa nem csak a kézilabda játékra fektet nagy hangsúlyt, hanem az úgynevezett Jump programnak köszönhetően a játékvezetőkre is, tette hozzá Vágó Ilona. A Jump játékvezető utánpótlás program egy egyedülálló olyan játékvezető utánpótlás program volt sokáig az országban, egyébként amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indítottak el először. Felismerte a szövetség azt, hogy maga a játékvezetői keretben nagyon erős verseny van, és a saját játékvezetőinket úgy tudjuk támogatni, erősíteni, hogyha egy olyan utánpótlás programban, amelyben akár az elméleti, akár a gyakorlati tudásukra kiemelten figyelve, tudjuk őket segíteni az MKS-nek a lépcsőzetés rendszerébe való betagozódásukra.
A megyéből elsősorban a Kölcsei, a Kisvárda és a Sportcentrum csapatait láthatjuk a küzdőtéren. Paracsi Endre kiemelte, a Hunnior Kupa nem csak a sportról, a baráti kapcsolatokról szól, erősíti a határon túli kapcsolatokat is. Nagyon fontos célja, illetve feltétele volt már a kezdetekkor a Hunnior Kupának, hogy itt mindenképpen szerettük volna erősíteni azért az országok közötti kapcsolatokat is, és hát mivel lehet a legjobban erősíteni ezt a kapcsolatrendszert, hát leginkább a sporttal, és hát a kézilabdára tökéletesen alkalmas, és most itt a magyar csapatok mellett román, ukrán és szlovák csapatok is részt vesznek majd, akik közül nagyon sok már visszatérő csapat, hát ebből is látszik, hogy azért ez a kézilabda torna, ez szakmai szempontból is egy nagyon nívós és egy nagyon elismert tornája már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. A háromnapos kézilabda tornát Kisvárdán és Gyulaházán rendezik. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 300 új munkahelyet teremt a Contitech Magyarország Kft. Nyíregyházi gyára a következő 2 évben. A cég újabb fejlesztéseinek köszönhetően már a 6 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a multinacionális vállalat a megyeszékhely gyárának fejlesztésére fordított. Élményközpontú foglalkozások és tehetséggondozó programok indulnak a Nyíregyházi Egyetemen. A felsőoktatási intézményben Európai Uniós forrásból a műszaki mérnöki és a természettudományos terület képzéseit népszerűsítik. A program célja, hogy már középiskolásként megismerjék és megszeressék a diákok ezeket a tudományágakat. Az adójogszabályok 2017. évközi és 2018. évi változásairól tájékoztatta az érdeklődőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kétnapos fórum első témái között az új adózás rendjéről szóló törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény módosítása szerepelt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 23-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap felhős időre lehet számítani. Nyugat felől a magasban egyre enyhébb, változó nedvesség tartalmú levegő áramlik fölénk. Késő estig gyengén felhős, derült idő várható, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Hajnalban több felé párással válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult lesz az ég. Gyenge havazás, a nap második felében pedig havas eső is előfordulhat. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 0 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás várható térségünkben. A következő napokban nyugat felől a magasban igen enyhe levegő érkezik fölénk, emiatt a hajnali, reggeli ködfoltok feloszlását követően változóan felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás. A hétvégén a köd tartósabban is megmaradhat. Az éjszakai órákra fagypont körüli értékekre csökken a hőmérséklet, napközben pedig 5 fok körüli hőmérsékletekre lehet számítani.